Sziasztok! Cséfalva István vagyok. Ezen a héten, ahogy a múlt héten megígértem, a digitális rajztárról fogok beszélni. Összefoglalom, hogy ez az általunk fejlesztett digitális rajztár hogyan működik. Kezdjük is. A digitális rajztár alapja a Windows Search. Ez egy örökség, mivel a CAD szoftverek azok Windows platformon futnak, és a Windows platformon minden gépen ott van a Windows Search szolgáltatás, és ezt tudjuk arra használni, hogy a gyártási rajzokba hatékonyan tudjuk keresni. Ez egy tök jól működik manapság, elég gyors a hardware hozzá, és ez mindenhol tudjuk használni. A digitális rajztár szoftver egyszeri telepítés után egyből képes arra, hogy a fájlóba a keresés alapján tudjon dolgozni és megtalálja a rajzokat. Itt a képernyő lévő példában rákeresünk az összes olyan fájlra, ami 01-essel kezdődik. Itt láthatók az eredmények, és látható, hogy a kiválasztott fájlnak a tartalma megjelenik a digitális rajztár programban, vízjellel ellátva. A vízjelet tetszőlegesen tudjuk beállítani. Innentől kezdve, hogyha kinyomtatódik a rajz, vagy lementődik, akkor ez a vízjel rajta van. Nem csak egyenként tudjuk a rajzokat, a tervezési rajzokat megtekinteni, hanem le tudjuk menteni egy csoportos mentéssel, és egy adott projekthez tartozó összes rajzot egy gombnyomással, egy mappába ki tudjuk menteni, amit utána el tudunk küldeni a partnernek gyártásra, ellenőrzésre. Ez a lényeg a digitális rajztárnak, az összes többi olyan technikai részletet, ami szükséges ahhoz, hogy ez működjön, a weboldalunkon részletes termékbemutató formájában meg tudjátok nézni. Nézzétek meg, ha van kérdés, nyugodtan tegyétek föl, küldjétek el nekünk, akár a Xperiket Kft. Csatornáján keresztül, vagy e-mailben. A jövő héten arról lesz szó, hogy a digitális rajztárban hogyan kerülnek bele a PDF-ek. Tartsatok velünk a jövő héten is, sziasztok, minden jót!